Üdvözlöm a Szubjektív nézőit! Vendégem Juhász Gábor, a Pannon RTV újságírója, kolléga, aki Magyar Arany Érdemkereszt polgári kitüntetésben részesült. Jó napot kívánok, szervusz! Szép napot, szia Andi, köszönöm a meghívást! Gratulálok az asztalon látható díjhoz, és a kapott díjhoz. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Van-e rangsor nálad a díjak között, hiszen láttuk, mutattad a képet, azt hiszem meg is osztottad egy nyilvános közösségi oldalon, hogy hát van neked egy ilyen kis kitüntetés sarkod, vagy jutalom sarkod, hogy nevezted el? Hát mindenféleképpen ez a legrangosabb kitüntetésem, ugye ez egy magyar állami kitüntetés, amit köztársasági elnök adományoz, és tehát nagyon-nagyon kevesen kapnak ilyen kitüntetést, főleg ilyen fiatalon, mint ahogy azt én most megkaptam, vagy kiérdemeltem talán. De hát nagyon büszke vagyok például arra is, hogy 2007-ben Szabadka Város Pro-Urbe díjával tüntettek ki, amit 27 évesen szintén megkapni nagyon megtisztelő volt, és akkor is ugyanígy meglepődtem mindezen a mostanin, hiszen én valóban nem a kitüntetések miatt dolgozom, csak szerencsére észreveszik, hogy én dolgozom, és ezt hál' Istennek ilyesmivel is honorálják. De nagyon furcsa, amikor mondod, hogy ilyen fiatalon, és hogy persze, de ugye a kitüntetés és a Juhász zenekar, és egyáltalán a zenekari élet, a népzene terjesztése, szeretete, megismertetése és egyebek miatt is kaptad, amellett, hogy újságíró is vagy. Tehát, hogy vastagon benne van a Juhász zenekar, ezt akarom mondani, és valahogy még az én emlékezetemben is, aki sokkal idősebb vagyok tőled, úgy tűnik, mintha ilyen Juhász zenekar, nem tudom, 30 éves, vagy... Majdnem különben. Van egy ilyen nagyon nagy múltú, szubjektív érzet. Szerencsére ez így van. Hát 23 éve alakult, 2000-ben alakult. Hány éves volt? Juhász zenekar, akkor én 20 éves voltam, de már előtte már ugye mi a népkörben már muzsikáltunk. Sőt, én szeretem ezt régebbre vissza datálni, hiszen én azt szoktam mondani, sőt úgy érzem, hogy én ebbe az egészbe belenőttem, beleszülettem. A mi családunk az egy nagyon hagyománytisztelő, konzervatív értékeket valló, és zene kedvelő, zenével együtt élő család volt. Nálunk az normális volt, hogy a közel 20 személyes családi vasárnapi ebédeknél mindig nótába csapott át az ebédnek a vége. Vagy hogyha például utaztunk apukámnak a családjához Tordára vagy Becskerekre, ugye akkor még nem volt autórádió kocsiban, mi végig énekeltük a Szabadkáról vagy Kispiacról oda vezető utat. Amikor valamilyen munkát végeztünk el, hiszen a nagyszüleim ők földműveléssel foglalkoztak, és hát gyakran voltunk ott náluk kint a tanyájukon, és dolgoztunk. Én kisgyerek korom óta ebbe a kétkezi munkába bele tudtam kóstolni, aztán persze nem az lett az enyém, de tudom, hogy mi az. És mi ott is mindig énekeltünk, mindig nótaszóval ment ez az egész, és igazából ezért érzem én sajátoménak a népdalokat, a magyar nótákat, mert elsősorban ezeket énekeltük ott annak idején, és amikor aztán 2016-ban, 17-ben, amikor elkezdtem én a, nem is, bocsánat, 96-ban, 97-ben, 16-17, ez már vége felé volt, hanem amikor még 1996-ban, 97-ben elkezdtem én a népkörben tevékenykedni, oda is családi unszolásra, ugye a szüleim, meg hát a nagynénémék, akik annak idején már a népkörben a dr. Szöllősi Vágó Lászlónak a zenekarában tevékenykedtek, ők mondták azt, hogy hát miért nem foglalkozunk mi a népzenével komolyabban, miért nem járunk el a próbák, és akkor ugye akkor egy diszkós időszak volt, és akkor nem nagyon akartuk, de aztán amikor elmentünk, és amikor elmentünk az első népzenei táborokba, az első olyan rendezvényekre, ahol rengeteg fiatal volt, rengeteg szép lány volt, rengeteg jó barát volt, nagyon-nagyon megfogott minket, és így kezdtünk el komolyabban foglalkozni a muzsikával, Juhász Gyula öcsémmel együtt vágtunk ebbe annak idején bele, ugye elsősorban Laci bácsinak a készítésére, és az akkor még aktív Bodor Anikó, Burány Béla, a tótfalusi táboroknak a hangulata vitt bennünket ebbe az egészbe bele, kiváló oktatók voltak akkor, és tényleg egy olyan közeg, hogy ebbe nekünk bele kellett, hogy menjünk, és hát úgy aztán meg 2000-ben megalakult a Juhász zenekar, ugye mi a népkörnek a zenekaraként alakultunk annak idején meg,
a kísérőzenekarként alakult. A népkör táncütésének és az akkori a környező táncütésének nem volt olyan kísérőzenekar, akik autentikus módon le tudták volna kísérni az együtteseket. Voltak különböző próbálkozások, hogy a zeneiskolából vagy Magyarországról hoztak egy-két zenekart, de senki se vált be igazán, és akkor mi már néhány éve már muzsikálgattunk, meg hajdújárásra kijártunk, ugye itt meg kell említeni Lackó Illést, aki ott akkor a hajdújárásiakat vezette, és aztán ugye a népkörnek a vezetősége, a dr. Kern Katalin elnökasszony és Bodrogi Béla főtitkár úr, ők kértek meg minket arra, hogy akkor álljunk már össze ott a népkörbe, és csináljunk egy ilyen zenekart, és aztán összeálltunk, és hát rengeteg munkánk lett ott az elején rögtön, tehát nem is csak a népkör, hanem akkor jött a zenta, jött a mindenféle táncházas megkívások, mentünk úgy muzsikálni, hogy igazából nem is nagyon tudtuk, hogy mit kell játszani. Igazából ilyenkor ez úgy szokott lenni, hogy az egyik feladat szüli a másikat. Pontosan. A testvéredé lett a Brácsa, te pedig a hegedűt fogtad a kezedbe. Na most ez hogy volt, hogy így tudtad rögtön, hogy hegedűt akart? Miért a hegedű? Hát ugye én a Laci bácsinál először kontrázni kezdtem, tambura kontrázni, aztán amikor a Gyula elkezdett muzsikálni, akkor én áttértem a prim tamburára, vagy a bass prim tamburára, tehát én játszottam a szóló hangszeren, a Gyula öcsém meg a kontrán. És aztán ugye, amikor láttuk, hogy a Kárpát-medencei magyar népzenében elsősorban vonós zene az, ami meghatározó, akkor mondtuk azt, hogy na, akkor most akkor, hogy ne csak bácskai, meg szlavóniai, meg sárközi dalokat tudjunk játszani, hanem tényleg föl tudjuk ölelni az egész Kárpát-medencét, akkor jött az, hogy akkor vonós hangszereken kell játszani, és akkor az jött, hogy persze, hogy mi vagy én játszottam a dallam hangszeren, én lettem a hegedűs, az öcsém meg mivel, hogy ő volt a kísérő hangszer, ő lett a kontrás vagy a brácsás, vagy éppen amilyen összeállítás kell. Úgyhogy igazából így alakult ez ki, és annak idején Szabó Otto volt a bőgősünk, a hajdújárási zenekarból csábítottuk úgymond át hozzánk, és hát így 4-5 évig így ebbe a bandába játszottunk, és tényleg rengeteget mentünk mindenféle fölkéréseket elfogadtunk, és belevetettük magunkat a közepébe, hiszen úgy, én azt gondolom, hogy akkor tanulja meg az ember a legjobban, amikor csinálja. És hát nekünk nem is nagyon volt más választásunk, mi csináltuk. Igazából, hogyha jól emlékszem, meg ahogy te is mondtad, hogy ugye a népkör kísérő zenekaraként indultatok, és hogy abban az időben hiátus volt ezen a területen, egyéb kultúrintézmények ben sem voltak kísérőzenekarok, tehát azóta viszont gombamód felszaporodtak, hál' Istennek. Ebben nektek mekkora részletek van? Hát hál' Istennek ugye nagyon jó mestereink voltak, és nagyon jó dolgokat tudtunk tőlük átvenni. És igazából így alakult az ki, hogy mi is már, amikor oda kerültünk, hogy már egy elismert zenekar lettünk, akkor én fontosnak tartottam azt, hogy csináljuk meg a Juhász Népzenei Tábort. A táborba hívjuk el a fiatal hegedűsöket, vagy akik akarnának csak hegedülni, vagy csak tetszik nekik a népzene. Tehát teljesen az elejéről is kezdtünk. Tehát voltak olyanok is, akik már tudtak valamilyen szinten muzsikálni, voltak olyanok, akik egyáltalán nem tudtak. És akkor elkezdtük ezt a munkát, ezt még ott a 2010-es évek elején talán azt lehet mondani. Akkor még nagyon kevés volt erre a támogatás, hiszen ezt mindenki tudja, hogy annak idején sokkal nehezebb volt ez, tehát mindenki szinte ingyen csinált mindent. Azóta viszont jöttek nagyon szép anyaországi támogatások, például a Csóri Sándor alapnak, például a Halmos Béla programnak köszönhetően, és hát valóban, ahogy te is mondod, gombamót megszaporodtak ezek az együttesek. Egyébként neveket tudsz mondani, vagy illik mondani, vagy szabad mondani? Zenekarokat? Fiatal zenekarokat? Azokról a zenekarokról, akikről bizton tudod, hogy a ti indítatásokra lettek zenekarok, vagy hogy ti adtátok a kezdőlökést, vagy bármiféle kapcsolat. Igazából nagyon-nagyon sokan tényleg a szabadkai duhajzenekaroknak a tagjai, ők is ott nálunk kupálódtak ott az elején, meg aztán folyamatosan segítjük őket, de ugyanúgy a horgosi zenész gyerekek, akikkel most ugye Csonka Feri foglalkozik, ők is ott a mi táborainkban ismerkedtek meg a zenével, és Feri is nálunk is oktatott a táborba, aztán ők nagyon szépen kiépítették ezt az ő iskolájukat, vagy műhelyüket, ahogy lehet mondani.
de vannak olyan zenészek különben is, mondjuk a Kesszék Ákos, aki a Fokosba sokat muzsikál, ő is a mi táborunkba jött el először, még a Horgosi túlutanyára névzenével foglalkozni, meg a mi hegedűsünk, a Pasi tanította őt ott az első ilyen szászcsávási dallamokra, emlékszem rá. Horgoson is volt egy korábbi zenekar is, akik így a mi tanítványaink voltak. De igazából rengeteg ilyen van, aki aztán vagy lett belőle a zenekar, vagy nem lett zenekar, de a népzenét megtanulta, és megtanulta tisztelni ezeket a hagyományos muzsikákat. Igazából annyira érdekes nekem ez, hogy ugye úttörők voltatok valahol a kísérőzenekarok terén, tehát ahogy létrejöttetek, tehát valahol ott zászlóbibők voltatok az elején. Aztán amikor már megalakultatok, akkor megint csak egyfajta újításként, vagy legalábbis hát térségünkben újításként gyerekeknek kezdtetek el népzenét muzsikálni, és ki is adtatok ilyen lemezt. Aztán ugye a táncházakat, ahogy most próbáljátok szerves részévé tenni ennek a közösségnek, és rendszeres, nyitott, mindenki számára elérhető táncházakat tartotok. Ez sem rendszeres és megszokott a környékünkön, ezt már évek óta csináltok. Ezek az újítások, vagy ezek az új feladat, megkezdések, ezek kinek a fejéből pattanak ki, a tiédből? Az általában mindig az enyémek. Én úgy gondolom, hogy azért működik a mi zenekarunk most már 20 éve, vagy már több mint 20 éve ilyen sikeresen, mert mindig valamit tudunk újítani, mindig találunk valamilyen feladatot. Tehát nem az van, hogy akkor mindig csak a táncsoportokat kísérjük, amivel ugye indultunk, hanem tényleg lemezeket adunk ki, ugye 8 lemezt adott ki a Juhá zenekar eddig, még több lemezén vagyunk közreműködők, vagy zenei szerkesztőként szerepelünk több kiadványban is, és ezek közül nagyon fontosak, ahogy mondtad is, a gyereklemezek. Ez egy teljesen új ízt adott annak a munkának, amit mi végzünk, ugye, tehát hogy általában az van, hogy amikor felnőttekkel dolgozunk, vagy táncosokkal dolgozunk, vagy ilyen felnőtt bulikba muzsikálunk, akár lagzikba, bárhol, ott ugye mi is benne vagyunk ebbe, tehát ott mi is mulatunk, iszunk, nem tudom, együtt mulatunk a többiek. Amikor a gyerekeknek csinálod, akkor ott egy pedagógiai hozzáállás ehhez nagyon-nagyon szükséges, és mindig példát kell, hogy mutass. Tehát, hogy ott te egy példa vagy. Meg kell, hogy mutasd a hangszereket a gyerekeknek, tehát nagyon sok ilyen hangszerbemutatót tartunk, ahol különböző tizenennyi-mennyi hangszert be tudunk nekik mutatni, meg tudjuk nekik a hangjukat mutatni, hogy az magas, vagy mély, vagy hogy az pengetős, vagy vonós, vagy fúvós, vagy ütős, vagy bármilyen, tehát igazából ezt mindet így szépen átvesszük. A zenekarban mi a szerepe, hogy ő a dallam, ő a ritmus, ő a harmónia, tehát ezt mind így elmagyarázzuk, és ezt levisszük az ő szintjükre, és egy szórakozást kreálunk belőle, tehát hogy azt érjük el, hogy a gyerekek ott jól érezzük magukat, tehát ne az legyen, hogy most akkor oké, ezt így meghallgattuk, hogy ez micsoda, hanem akkor tanuljunk meg egy dalt, énekeljünk rá együtt, ritmusgyakorlatokat csináljunk rá együtt, táncoljunk is a végén együtt, és mulassunk egy nagyot a végén, és közben megtanultuk a hangszereket, megtanultuk az ő hangjukat, az ő szerepüket a zenekarba, a különböző ünnepkörnöröknek a szokásait, ezeket segítjük bevinni a mindennapi pedagógusi munkákba, hiszen ott vannak ugye az óvónők is, vagy tanítónők is, ők is ezt látják, ők aztán, mikor már következő alkalommal megyünk, akkor már ők ezt tovább tudják vinni, és be tudják építeni a munkájukba. Tehát ez egy többszörösen megtérülő munka, az amit a gyerekekbe belefektet, nem beszélve arról, hogy ők a leendő közönségünk. Hát nagyon sok olyan kisovodás gyerek volt, akik mondjuk 2009-ben mi gyerek lemezünkön például egy horgosi kislány énekelt, akinek most már a gyereke a horgosi óvodába, most ahogy a tavasszal vagy farsang idején ott koncerteztünk, hozta a gyerekét a zoviba. Közben még ő az első gyereklemezünkön, ő még óvodásként még énekelt. Tehát, hogy ezek így jönnek így az életbe, szembe találkozunk ilyenekkel, már most, pedig én még mindig úgy gondolom, hogy mi nagyon fiatalok, és még nagyon sok minden áll előttünk. Közben újságíró is vagy, nem csak zenész. A kapcsolati tőkédet, és ezt a fajta hitvallást és hivatást, amit végzel a népzene terén, ezt hogyan kamatoztatod, hogyan hozod be, hogyan csempészed be az újságírói munkába, a médiába, magába? Nagyon jól tudom kamatoztatni, hiszen,
hiszen ahogy mondtad, a kapcsolati tőke nagyon fontos. Én a zenészségem kapcsán rengeteg embert megismertem úgy itt Vajdaságban, mint Magyarországon, még akár még a tengeren túlon is. És hát azt a fajta hozzáállást, azt a fajta baráti hangnemet, amit ugye zenészként meg kell ütni, hogy téged ott elfogadjanak, hogy téged ott szívesen lássanak, az, hogyha te meg tudod ütni, mint újságíró, akkor az egy nagyon-nagyon pozitív dolog tud lenni. Tehát akkor nagyon-nagyon gyorsan össze tudsz barátkozni, akár politikusokkal, akár gazdasági szereplőkkel, akár orvosokkal, mindenféle szakértőkkel, mert ugye te zenészként rá vagy arra kényszerülve, vagy igazából, tehát áradni kell a jókedvnek, a barátságosságnak belőled, mert különben nem hívnak el. Ez nem föltétele az újságírásnak, de viszont jó, hogyha az ember rendelkezik egy ilyen fajta hozzáállással. És hát persze a munka, tehát én most tehát a munkának a tisztelete, szeretete, becsülete, az mindenhol ott kell legyen. És én a zene kapcsán tapasztaltam meg ezt a legjobban, és én bármilyen másféle feladatomban is ezt a fajta hozzáállást várom el saját magamtól is, és a munkatársaimtól is, én a zenekarban is azt várom el, meg azt szeretem, hogyha mindenki beleadja magát teljesen, amit éppen csinálunk. Legyen az egy gyerekkoncert, vagy legyen az egy lemez, vagy legyen az egy hajnalban nyúló táncház, vagy mulatság, ott nekünk ott kell, hogy legyünk. És ugyanez a tévében is ez van, hogy olyan csapatot sikerült itt a közügyekbe kiépíteni magunknak, ami én szerintem bárhol megállja a helyét, nagyon-nagyon komoly műsorokat csinálunk, minden munkanap több mint egy órás élő műsort hozunk össze, azért az egy teljesítmény, tehát hogy ezt nagyon kevés ember csinálja, és ehhez képest azért egy nagyon-nagyon komoly produktuma van ennek, és ami nagyon fontos, hogy én ebbe a minőségembe is fontosnak tartom azt, hogy a népzenét, a magyar nótát, a hagyományokat népszerűsítsük és behozzuk a tévébe, vagy akár ugye, hogyha fölkerül a közösségi médiába, ott is, hogy ezt be tudjuk vinni. És ezen is nagyon fontosnak tartom hogy ezen is dolgozunk, hogy ezeket az embereket, akik nap mint nap leülnek ezekkel a gyerekekkel, próbálnak, tanítják őket, öltöztetik viseletbe, fölléptetik őket, elviszik őket különböző fesztiválokra, hogy ezeknek az embereknek megadjuk a tiszteletet, megadjuk az ismertséget, hogy őket is a társadalom elismerje, hogy igenis, hogy a gyerekeinket a jóra nevelik, a magyar hagyományokra nevelik, a magyar gondolkodásra nevelik, és nagyon fontos az ő munkájuk a magyar társadalom számára. Juhász Lacika. Ő mikor kap hegedűt? Van egy kisfiad, aki nyilván szintén ebbe született bele, amiben te is. Hegedű lesz-e? Mi lesz? Vagy már esetleg penget valamit? Nagyon-nagyon sok minden van otthon, tehát van a Lacinak két hegedűje, van neki egy tamburája, most már van neki egy zongorája is, most úgy néz ki, hogy zongorázni szeretne. Én ezt nagyon... De hát ez nem ér, mert mindenki először zongorázni szeretne. Igen, igazából a zongora egy nagyon jó alap mindenre. Tehát hogy a zenei gondolkodásban a zongora nagyon-nagyon sokat segít. Hogy zenébe tudj gondolkodni, ahhoz a zongora mindenféleképpen egy alap. Tehát hogy azt jó, hogyha az ember elsajátítja, és hát a hegedű az ott fog maradni, tehát még nem is kezdett el még semmilyen zeneiskolába járni, nem muzsikál ő igazából semmit se, csak hát így néha így előveszi ezeket a hangszereket, és így próbálgatja őket, de hogyha az zongoránál is marad, én a hegedűt azt azért mindenféleképpen megtartom, meg a tamburát is, hogy ezeken bármikor el tud kezdeni játszani, nagyon jó hallása van neki, tehát a zongora mellett tökéletesen tud énekelni, bármit valahol meghal, sőt még ő javít ki engem, hogy apa, az nem úgy van, az a dallam, az másképp megy. Úgyhogy megvan neki minden adottsága ahhoz, hogy egy nagyon jó zenész legyen, de most elsősorban egy kisgyerek, játszani kell neki, jó kell, hogy magát érezze, magabiztosságot kell, hogy kiépítse, nagyon fontos az, hogy az ember tudja azt, hogy ő mire képes, meg mit akar csinálni, és hogy azt aztán végig tudja vinni, és ehhez kell egy nagyon jó magabiztosság, és hát ez, szerintem ez kisgyerekkorban
kellene, hogy kialakuljon, utána már nehezebb. És én inkább erre próbálom a kisfiamat nevelni, hogy egy jókedvű, magabiztos ember legyen, aki oda mer állni bárki el, és azt mondani neki, hogy most én ezt így akarom, te úgy akarod, tudjunk beszélgetni, tudjuk egymást tisztelni, és akkor együtt csodákra vagyunk képesek. Hát akkor, ha ezt mind sikerül majd végigvinni, hát nyilván az lesz a következő kitüntetésed, amit maga az életed majd, ez kiderül nyilván, és legyen így. Én pedig gratulálok neked ehhez a legújabbhoz, a Magyar Arany Érdemrendhez. Köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm.